Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszakadták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvég legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Lelátóval és világítással bővült a Bánki Bank kialakított streetball pálya. Az őszi szezon hátralévő részében is Lengyel Roland irányítja a Sparit. Budafokon kikaptak, a HEP kupában győztek a két cápák. 16 egyesület 100 versenyzője indult az Izsó Mihály emlékversenyen. A Bakta elleni győzelem után Nyírgy Gyulajban játszik rangadót az Ibrányi futballcsapat. Hazai pályán a Gyulai Kolor ellen kezdi a szezont a Sunshine Nyíkse. 450 személy befogadására alkalmas lelátóval, valamint világítással bővült a Nyíregyházi Bánki udvarán kialakított streetball pálya. Emellett egy defibrillátort is kapott a létesítmény. A pályavilágítás és a lelátó kiépítése, a 430 fős lelátó kiépítése, ez összesen 36 millió forintba került. Ennek 70%-át a látványcsapat sportágra biztosított TAO források lehívásából valósítottuk meg, illetve 30%-ot pedig egyesületünk önerőből finanszírozott. Az önerő ugye a TAO-hoz kapcsolódó kiegészítő támogatásból, illetve cégek egyéb támogatásából, valamint tagjaink befizetéséből adódott össze. Kiknek a sportolását szolgálja majd ez a szabadtéri létesítmény? Én azt gondolom, nem csak a Nyíkse sportolóinak, hiszen idén a Nyíkse három általános iskolában is elkezdte a képzést, az utánpótlás nevelést, viszont ebben az iskolában a középiskolás és felnőtt csapataink, tehát az U16, U18-as és a felnőtt csapatunk játszik és edz. Az iskola növendékei ugyanúgy használhatják, birtokba vehetik, délutánonként már ezen játszottak és használják is, nyáron pedig folyamatosan jöttek ide a közelből a városlakók, és szintén használták ezt a, most már azt mondom, nagyon színvonalas akril bevonatú streetball pályát. Az elmúlt két évben nagyon sok fejlesztés kapcsolódik, az egyesület nevéhez itt a bánkja, mit terveztek a jövőre? Nagyon szeretnénk egy sportcsarnokot is létrehozni, és hogyha ezzel párhuzamosan mire az elkészülne, akkor esetleg az MB2-es csapatunk is tovább tudna lépni, és az a helyszín, az a csarnok már otthon tudna annak is adni. Államtitkár asszony köszöntőjében azt mondta, mindig öröm egy olyan létesítményt átadni, hogy a sportolókat szolgálja, a fiatalokat szolgálja, a szurkolókat szolgálja, úgyhogy ez a beruházás mind a három réteget szolgálja. Nagyon nagy örömmel érkeztem ide, hiszen közel egy éve, amikor átadhattuk a streetball pályákat, akkor már elhangzott, hogy hamarosan megépül egy 450 fős lelátó és professzionális világítástechnikát is kap a létesítmény, amely nagyon-nagyon öröm számomra, hiszen nem elég a sportolókat, hanem ki kell szolgálni a környezetét is, a sportszerető, kilátogató szurkolókat esetleg, vagy éppen a családok is kijönnek, és még nagyobb kedvel adják a gyermekeiket ide sportolni, akár a kosárlabda sportágnak is. Nagyon fontos, hogy mindenki sportoljon, és ehhez megfelelő létesítmények, kiszolgáló egységek lehessenek, hiszen a 21. században ebben a rohanó világban, amikor a gyerekek hazamennek egy-egy iskolából, és tényleg nagyon nehéz őket kimozdítani a négy fal közül, nagyon fontos, hogy olyan közegbe éppen vágyjanak kimenni, ahol nagyon jól érzik magukat. Úgyhogy itt is látható, hogy egyből labdát fognak, és már is mennek a pályákra, hiszen hogyha van olyan létesítmény, ahol szívesen vannak, akkor biztos, hogy sportolni fognak, ezáltal egészségesebb életmódot fognak tudni maguknak biztosítani, illetve a családoknak is, hiszen hogyha a gyermek sportol, akkor biztos, hogy a szülők is jobban kedvet kapnak rá, és ezáltal az idősebb korosztályt is be tudjuk húzni, úgymond a mozgás szeretetébe. Nagyon fontos, hogy is hangsúlyoztam is a megnyitó alkalmával, hogy egyetlen egy eszköz van a kezünkben, hogy megtarthassuk az egészségünket, az pedig a sport, és hogyha mindenki sportol, akkor az utánpótlás nevelés is rendben lesz, és hogyha az utánpótlás nevelés erős, akkor azért sportunk is. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy a kosárlabda sport is megtalálta Nyíregyházán azt a közösséget, azt a közösségteremtő erőt, amely a csapatokat tudja kiszolgálni, és ezáltal is biztosítja azt, hogy eredményesek is lesznek, és nagyon örülök annak, hogy olyan szakemberek vannak itt, akik további célokat tűznek ki maguk elé, amelyet csak ki kell szolgálni és biztosítani kell, hiszen hogyha van hova támogatást adni, akkor biztos, hogy jó kezekbe fog kerülni, hiszen ezzel tudnak élni és tovább tudják vinni, úgymond a jövő generációjának mindezt. A kosárlabda Magyarországon és világszerte is az egyik legnépszerűbb sportág, ráadásul 3x3 szakák felkerült az olimpia programjára, sőt az elmúlt egy-két évben nagyon szép magyar sikerek is születtek. Milyen potenciál rejlik ebben a 3x3 elleni játékban?
Igen, Európa bajnokaink is vannak, nagyon-nagyon nagy lehetőséget ad ez a mi sportolóinknak, hiszen olimpiára ki lehet jutni ebbe a szakákba is, és ez azt jelenti, hogy további világ esemény is ugye mond kilátásban van, hiszen a sportolók mindig kitűznek maguk elé valamilyen célt, és most már az olimpiát is ki lehet tűzni a 3x3-as szakákban is. Ez azért fontos, mert hiába a gyermekek tudnak és szeretnek versenyezni, és biztosítani kell nekik minden feltételt ahhoz, hogy akár az olimpiára is ki tudjanak jutni. Itt megfelelő szakemberek vannak, ugye a szakember képzés is nagyon magas arányban mutatkozik. Talán a legfontosabb, hogy ha van egy csapat, akkor annak nagyon jó szakember gárdája legyen, és itt Nyíregyházen ez biztosítva van. Nagyon fontos, azt is hangsúlyozom, hogy Nyíregyházen nagyon sportos város, és nagyon sok olyan sportága van, amelyben sikeresek vagyunk, és többek között itt van a kosárlabda is. És ugye, mint látványcsapat sportág, azért azt tudjuk, hogy a csapatsportágak milyen közösséget és közönséget vonzanak, és ez azért is fontos, mert minél többen jönnek ebbe a sportágba, annál többen fognak úgymond mozgásgazdagon élni. Az őszi szezon végéig Lengyel Roland irányítja Nyíregyháza Spartakusz szakmai munkáját. A korábbi másodedző Bozsik József távozása után 2 mérkőzésen 2 győzelmet aratott a Sparival. Azt gondolom, ez egy természetes folyamat általában, hogy ha menesztik az edzőt, akkor a segítőit kérik meg, hogy vezesse azt a pár mérkőzést. Hát szerencsére jósült ez a Békés Csabai és a Budafoki meccs, és így fölkértek, hogy vigyem tovább a csapatot, ami nagyon megtisztelő, és egyből igent is mondtam rá. Milyen változásokat tervezel, ha tervezel egyáltalán változásokat, akár a munkában, akár a keret későbbi kialakításában? Mint nincs egyforma ember, így egyforma edző se, tehát biztos, hogy lesznek változások, mint az edzés módszerben, mint az összeállítás terén. Vannak olyan játékosok, akik egy kicsit mellőzve voltak, azok most szerepet is kaptak a 2 mérkőzésen, és éltek is vele. Azt gondolom, hogy lehet rájuk építeni, és nem elfelejtve azokat, akik például nem játszottak, mert most elég erős a keretünk, nagyon jó az összetétel, megvan a kohézió a felnőtt és a fiatal játékosok között. És van egy 2 hetes bajnoki szünet, gondolom, bár 2 győztes meccs után mindig játszani szeretne egy edzés, és a futballisták is, azért ez nem jött rosszul. Nekünk nagyon jól jött a szünet, vannak egyébként sérültjeink is, apróbb és nagyobbak, azt most nyalogatjuk a sebeinket, ez a 2 hét alatt remélem, hogy tudjuk rendezni a sorainkat, és tudunk megfelelően készülni a Kaposvár elleni mérkőzésre. Ma elutazunk Gyulaházára egy hírverő mérkőzésre, ott a Bardi Gabi invitálásával fogadtuk el ezt a fölkérést, pénteken lesz egy edzés még a programban, szombat-vasárnap megkapják a pihenőt, rá egy hétre pedig, vagy jövő héten pedig elkezdjük a Kaposvár elleni felkészülést. Ezzel a 2 győzelemmel szerzett 6 ponttal sem ott áll a tabellán a Sparival, azt a szurkolók és gondolom ti is szeretnétek. Mi a cél a őszi időszak végig, hiszen egyelőre addig kaptad meg a csapatot? Igen, azt gondolom, hogy itt a vezetőség is mindent megtett a lehetőségeikhez mérten, hogy megerősítsék a csapatot. Megérdemlik a 100%-os hozzáállást és a jó színvonalú játékot. A célok meghatározása pedig azt gondolom, hogy most elég mélyről kell indulni, de ebben a 3 pontos rendszerben nagyon gyorsan lehet lépegetni a tabellán. Mindenféleképpen a tabella első feléhez szeretnénk fölcsatlakozni, ehhez pedig minden héten győzelmi kényszer be kell pályára lépni, és azt gondolom, hogy képes is erre a csapat. Második idegenbeli meccsén is vereséget szenvedett a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák Budafokon kaptak ki 88-83-ra. Úgy gondolom, hogy a csapatunk nem azzal a hozzáállással kosárlabdázott, ahogyan kellene. Nem hiszem, hogy megengedhetünk magunknak ilyen vereségeket, és azt hiszem, hogy a csapat minden tagjának át kell gondolni azt, hogy hogyan is szeretné továbbvinni a szezont, mert gyökeres változásnak kell lennie nagyon rövid időn belül. Milyen változásokra gondolsz? Legfőképp hozzáállásbeli változások. Én egy picit szigorítottam, és bizonyos büntetést elővezettem a csapatnak. Nem akarom büntetésnek nevezni, mert úgy gondolom, hogy nem adtak más lehetőséget, és valamilyen módon meg kell találni azt, hogy hogyan alakulhat ki a csapatnak minél hamarabb a hierarchiája. Ehhez a srácok is kellenek. Azt hiszem, hogy egy picit az átalakult csapatnak a szerkezetét nem igazán szeretné mindenki elfogadni, és bizonyos dolgok ellen küzdenek.
Nekik is elmondtam az öltözőben, Roy Keane szavai csengenek vissza, aki néhány napja azt mondta, hogy a Manchester United öltözőben síró kisgyerekeket lát, akik valami miatt megsértődnek, majd elhatározzák, hogy nem fognak úgy edzeni és úgy dolgozni, ahogyan kellene, csak ez nem egyeztethető össze azzal a munkával, vagy azzal a szereppel, amiben ők vannak és dolgoznak. Mondom, játékosként átélti hasonlót valamelyik öltözőben, mennyi idő szükséges ahhoz, hogy az a hierarchia kialakuljon, és abba a kerékvágásba kerüljön a csapatjáték, ami szeretnél? A hierarchia kialakításánál igen, eltöltöttem sok időt, és volt tapasztalatom. Ilyen hozzáállású csapatban nagyon kevés. Tehát inkább azt mondom, hogy nem találkoztam ilyen hozzáállással, mint amilyet Budafokon találtam a csapatban. Ezen mindenféleképpen változtatni kell, ez nem megengedhető. Beszéljünk a Hepuha meccsről, mennyire értékelhető egy 65 pontos győzelem? Mindenféleképpen győznünk kellett ezen a mérkőzésen, és mindenféleképpen jó volt az, hogy bizonyos szituációban egészen jól működött a csapatjáték. Természetesen nem szeretném túlértékelni, hiszen azért osztálykülönbség volt, és várhatóan ezt is vártuk a mérkőzéstől, de azért annak örülök, hogy végre Czura Attila is betalált, és hát ha elindul egy picit fölfelé az ő teljesítménye is. A jövő héten két meccset játszik a csapat, egy keddi Vasas elleni hazai és egy pénteki MTK Budapesten idegenbeli mérkőzés, két nehéz meccs lesz. Igen, a srácok is tudják, az a bizonyos büntetés feloldódik akkor, hogyha karácsonyig nem kap ki a csapat, és karácsonyi ajándékot kaphatnak így. Tudniuk kell, hogy mi az, ami várható. Mind a két mérkőzést. Csak az az elfogadható, hogyha meg tudjuk nyerni mind a két mérkőzést. Otthon tartotta a győztesnek járó serleget a 4. Izsó Mihály emlékversenyen az újfehértói Kempó Ese. A viadalon 16 egyesület 100 versenyzője lépett küzdőtérre. Hegyvidék Harcosai Küzdősport Akadémia csapatával érkeztünk, és eddig az összes reménységünk megvan, mert aranyérmek vannak eddig a versenyzőink nyakába fölakasztva. Most vannak éppen a fullkontak küzdelmi versenyszámok, és bízom benne, hogy itt is aranyérmek kerülnek föl a tanítványaimnak a nyakába. A fiad is itt van a harcosok között. Róla mit kell tudni? Róla azt kell tudni, hogy 12. éve űzi a Kempót, és 15 éves most, tehát elég fiatalon, 16 éves most, elég fiatalon kezdte a Kempót. 9 éves kor óta nem győzték le, többszörös világkupa győztes, Európa-bajnok, sportjicuba, Európa-bajnok, világbajnok. Hát azt mutatom, hogy az egyik legeredményesebb versenyzője a magyar csapatnak, de még van egy ellenfelünk Takács Martin személyében, és akkor tudjuk azt mondani, hogy Újfehértől megint úgy sikerült, mint tavaly, illetve az idén Nogdamba pusztakezesbe is elindul, ugye elérte már azt a korosztályt, hogy ebbe a versenyszámba is el tudjon indulni. Ezt követően ugye a csapatokkal, a magyar csapattal megyünk Bukarestbe a hónap végén az Európa-bajnokságra, majd az újfehértói Szabó Tibivel, a fiammal Laca Ábellel és a Pomázi Dichten Danival megyünk az Egyesült Államokba. Az amerikai Kempó szervezet meghívására részt veszünk egy nagy világbajnokságon kint az Egyesült Államokban, és az évet pedig hegyvidéken Budapesten a 3. hegyvidék Kempó kupával fogjuk zárni. Szövetségi elnökként és szülőként is mivel tudnál egy szülőt meggyőzni arról, hogy ezt a sportágat válaszol a gyereke számára? A küzdősport az nem csak a fizikumot, hanem a jellemet is nagyon erősen építi. Tehát én azt tudom mondani minden egyes szülőnek, hogy aki lát egy kis harcosságot a fiában, lányában, mert ugye nagyon sok lány is űzi a küzdősportot, legyen ez bármilyen küzdősport, az hozza le nyugodtan kempózni. A kempó az egy nagyon összetett önvédelmi rendszer, tehát amellett, hogy edz a gyerek, amellett megtanulja az önvédelmet is, lesz egy olyan plusz magabiztosság benne, amivel biztosabban, nyugodtabban tud közlekedni a mindennapokban, és ami a legfontosabb, hogy az élethez ad egy olyan plusz önbizalmat, amit saját magamon is tapasztalom, hogy az élet minden egyes területén tudja az ember azt a határozottságot, azt a céltudatosságot, amit az edzéseken gyakorlunk és elsajátítunk, az élet más területén is használni. Egyébként mennyien űzik a Kempót Magyarországon? Magyarországon szerintem olyan 6000 fő űzheti, ebből a szervezetünkhöz tartozik egy 3500-4000 fő versenyző. Nagyon sok az idős és nagyon sok a nagyon fiatal, van akik hobbisták. Tehát nálam a klubban is van közel 90 versenyző, vagy 90 kempóka, és ebből 8-an versenyeznek. Tehát durván az egy tizede az, aki versenyez. Nem kötelező a versenyzés, viszont akik elérnek egy olyan szintre, és ki akarják próbálni magukat, a Magyar Kempó Szövetség és a Nemzetközi Kempó Szövetség versenyei alkalmasak erre. Az említett versenyek még előttünk vannak, de túl vagyunk egy nagyon sikeres világbajnokságon, úgyhogy
talán már lehet azt mondani, hogy ez az év is sikeres volt, sikeres lesz. Lehet évről évre magasabbra rakni a mércét? Mindenképpen kell. Ugye a világbajnokságot 2018-ban megnyertük. Ennek apropóján hívnak minket, és ugye most voltunk Tunéziában, az afrikai földön megrendezett első nemzetközi kempó versenyen, ahol Marokkó, Tunézia, Algéria mellett Franciaország, Portugál és Magyarország versenyzői mérték össze a tudásukat. Nagyon sokan hoztak aranyérmeket, és azt tudom mondani, hogy ezek az aranyérmek még súlyosabbak, még értékesebbek, mert az arab versenyzők nagyon kemények, és otthon nagyon meg akarták mutatni, hogy ők mit tudnak. Nagyon képzettek, nagyon nagy spirit van bennük, és amit el tudok mondani a versenyről, nagyon jó volt a bíráskodás, és egy gyönyörű helyen, Hammamet-ben voltunk a versenyen, ahol szintén nagyon sok újfehértói és egyéb magyar érem, aranyérem született, amire kifejezetten büszke vagyok, mint a szövetség elnöke. Vereséget szenvedett első idegenbeli meccsén a nyíregyházi kosárlabdai Farkasinszky Gyuláni együttese a Csata Déhesi otthonában kapott ki 80-47-re. Az első fél időben, és főleg az első negyedben kimondottan jól tartottuk magunkat, tehát addig, ameddig az első ötössel tudtunk pályán maradni, addig azért megnehezítettük a csatának a dolgát, de egyértelmű volt, hogy készültek ellenünk, tehát ugye az orsítók, mindegy merre lépett, ketten-hárman vették közre. Idő kellett, amíg megtaláltuk azt, hogy a játékosok úgy lépjenek, hogy az orsítónak a kiosztásaiban pontokat tudjunk szerezni. A Dóri ugyanígy, tehát a két idősebb játékos volt velünk, mind a kettőt igencsak szoros őrizet alá fogták. Mi megpróbáltuk, hogy az emberfogást, a zónavédekezést megpróbáltunk váltani, ez a hátra összezavarodik egy picit az ellenfelet, ez ideig, óráig sikerült is. Tehát aztán a végén azért az a rutin, ami bennünk van, tehát hiába fiatal játékosokról beszélünk, azért ezek a játékosok azok mindenféleképpen nagyon sok válogatott mérkőzésen vannak túl. Ugye azért azt nézzük, hogy van olyan játékosok is, aki az ugyanúgy az idősebb korosztályhoz tartozik, és szerintem pontosan azért tartották, hogy itt az amatőr NB1-ben is ezeken akik még megmaradtak rutinosak játékosok, tehát hogy ellenük a védekezésben tudják használni. Az egész pályás tettemárásokat helyek közel jól oldottuk meg, azzal nem volt gond és probléma. Én úgy gondolom, hogy inkább a bizonytalanság, tehát inkább az, hogy olyan szituációkban is rontottunk, akár az ittszer dobás, vagy a kinti dobásaink nem úgy mentek, mint hogy az hazai pályán lényegesen több százalékban sikerült nekünk ezt megoldani. És hát ugye én úgy gondolom, és ugye szerintem ennek az évnek erről is kell szólnia, azok a játékosok, akik azért végezzük velünk ezt az évet, úgy fiatalabbak, tehát akár a 2002-esek, 2003-osok is, akik most bekapcsolódtak már ebbe az amatőr NB1-es bajnokságba, hogy szerintem azoknak is adjunk játék lehetőséget, nézzék meg ők ezt azt, hogy mit jelent egy ilyen csapat ellen pályára lépni, mit jelent az, hogy ilyen szituációban akár egy ilyen igencsak agresszív, kemény védekezés ellen is megoldani a játékszituációkat. És ugye a vége azért itt már pontatlanabbak lettünk, több eladott labdánk volt, nem úgy jöttek össze a dobásaink. Én azt mondom, 3 éven keresztül nagyon jó volt látni a lányokat, utána egy picit szétcsúsztunk, de hát én úgy gondolom, hogy ennek a mérkőzésnek inkább az volt a célja, hogy játszunk, és a következő mérkőzésekre a felkészülést próbáljuk meg megoldani. Újabb idegenbeli meccs következik a Dávid Kornél Akadémia ellen, talán egy picit könnyebbnek ígérkezik, mint ez a mostani volt. Ahogy most néztük a Dávid Kornélnek a játékos állományát, ugye neki sokkal több játékosnak van kiérve a játékengedély, mint aki az első két mérkőzésen pályára lépett. Tehát ugye vannak olyan játékosok a rutinosok közül, akik egyik mérkőzésen se léptek pályára, van, aki csak egy mérkőzésen a hazain. Mondjuk az, hogy hazai pályán játszanak, tehát ott valószínű, hogy fognak játszani sokan. Idegenben meg, amit elnéztük, valószínűleg kevesebbet fognak elutazni, mert a Diósgyőr ellen egészen fiatal, utánpótlás csapattal voltak lent. Készülünk ellenük, az tény és való, hogy nem lesz egyszerű, főleg utazásból megyünk, a rutinos játékosok náluk is megvannak, mint ahogy nálunk is megvannak. Ettől függetlenül úgy készülünk, hogy jó mérkőzést játszunk, és ha a dobó százalékunk és azok a játékelemek, amiket most gyakoroltunk a héten, azok úgy alakulnak, ahogy azt mi szeretnénk, akkor remélhetőleg akár egy győzelem is összejöhet. Említetted az előbb, hogy ez a szezon arra, hogy a fiatal játékosok játszanak, viszont a fiatal játékosoknak a saját korosztályukban is kell játszani, és ha minden igaz, már ez a hétvégén is gondot okozhat. Ugye az a gond és probléma,
hogy az amatőr NB1-nek alkalmazkodni kell az NB1-es bajnoksághoz, amit ő teljesen természetes dolog, mert ugye az a cél, hogy mindenki játék lehetőséget kaphasson. Igen ám, csak ugye az amatőr NB1-ben már nagyon sok olyan játékosnak kell játszani, akik esetleg kadettkorúak, és most ugye a hétvégén vasárnap ki van nekünk írva egy kadett forduló, amit nem tudom, hogy fogunk tudni megoldani, mert ugye Miskolcra kellene menni kadettet játszani, Székesfehérvárra kellene menni amatőr NB1-et játszani, és sajnos vannak sérült játékosaink, és mindenféleképpen szükség van arra, hogy a kadettkorú játékost el tudjuk vinni magunkkal. Tehát már csak azért is, mert ha meg ugye kevesebb létszámú utazunk el, akkor még büntetés kell, hogy fizessünk. Tehát most ez per pillanat, hogy róka fogta a csuka, per pillanat azon vagyunk, hogy megpróbáljuk ezt a szituációt megoldani. A csapatok egyébként kompromisszumok, tehát segítőkészek, tehát úgy néz, hogy a részükről nem lesz gond és probléma. Most már csak az a kérdés, hogy ezt a versenyirodán keresztül meg fogjuk-e tudni oldani, vagy sem, de én reménykedem benne, hogy a versenyiroda is kellőképpen rugalmas lesz, és a csapatok kérésének megfelelően sikerül úgy megoldani, hogy az amatőr NB1-re utazunk el, és nem a kadettre, mert a mindenkit összeakadok, el kell tenni minden az amatőr NB1-et, mi vagy tett két helyen, ha addig erre se tudok részt venni, mert nincs annyi játékosunk, bármennyire is szeretnénk. A listavezető Ibrány győzött a megyei első osztály 9. fordulójában, így továbbra is élen áll a tabellán. Madalina György együttese a Baktól-Óránt házát verte 2-0-ra. Nagyon küzdelmes mérkőzés volt. Meg kell mondjam, hogy a Baktól-Óránt háza nagyon jó játszott, és a tőle megszokott vehemens játékot nyújtotta, ami ellen irtózatosan nehéz dolgunk volt. Nem véletlen az, hogy az utolsó 3 percben nyertük meg a mérkőzést. Arra számítani lehetett, hogy jól szerepel az Ibrány a megyei első osztályban is. Ez az eredmény eddig várakozás feletti? Úgy tudok erre a kérdésre válaszolni, ha egy kis statisztikát is elmondok. Én 15 hónapja dolgozom ebből a csapattal, és ez a csapat a 15 hónap alatt, ha a felkészülési mérkőzéseket is ideveszünk, akkor 71 mérkőzést játszott, ebből 2 vereséget szenvedett, és volt 3 döntetlen. Tehát azért a tavalyi szereplés is elővetítette azt, hogy ebbe a bajnokságba valószínű, hogy meghatározó csapat leszünk. Viszont arra azért készültünk, hogy itt már a megye első osztályban azért nem lesznek olyan eredmények, mint a tavalyi évben volt, nem lesznek 10-15 gólok. Egyre nehezebb játszani a megyes osztályba, különösen azért is, mert az élen állunk már hetek óta, és egyre jobban figyelnek ránk a ellenfelek. A hétvégén rangadó következik, a 3. helyen álló Nyírgyulajhoz látogat. Az Ibrány milyen esélyekkel, reményekkel? Nem nagyon szeretek róla beszélni, mert nem szeretném az ellenfeleket fölhozni azzal a dologgal, hogy rengeteg sérült van a keretben. Ha teljes létszámmal tudnánk most menni Nyírgyulajba, akkor azt mondanám, hogy ez egy igazi rangadó lesz, amin bármi megtörténhet, és győzelmi esélyünk is lenne. Most, hogy ilyen rosszul állunk a létszámmal, így nagyon nagyot kell javulnunk, és valami más játékot kell játszanunk, mint eddig, mert eddig azért nagyon ötletesen, kreatívan futballozott a csapat. Most ennél egy racionálisabb futball kell majd bemutatni, mert a keretünk jelen pillanatban csak ezt teszi lehetővé. Picit előrébb tekintve, mivel lennél elégedett az őszi szezon végén? Az első helyen. Hát ez, ha valaki benne van a futballban, akkor más célja nem lehet. Én legalábbis úgy vagyok vele, hogy az unokámmal játszok valamit, akkor maximum döntetlenre hozom ki a meccset, de úgy nem fogok a csapat elé állni, hogy ez a mérkőzés most nem fontos, hanem inkább arra ösztökélem őket, hogy legyenek igazi sportemberek, és minden körülmények között, minden problémával együtt nyerjék meg a mérkőzéseket. Október 19-én hazai pályán a gyulai Color ellen kezdi a szezont a Sunshine Nyíkse. A továbbra is Kovács Tibor által irányított együttesben több szerephez jutnak majd a fiatalok. Még mindig nincs végleges keretünk. A tavalyi csapatunkból úgy néz ki, hogy az már biztos, hogy akiket felvettek tanulmányaikat Budapesten, illetve Debrecenben folytatják. Itt a debreceni tanulmányok mellett Nyíri Peti, ő jelenállás szerint még marad a keretünkben, vállalta, hogy
legalább két edzésen és a mérkőzéseken részt tud venni, illetve a rutinosabb játékosok közül egy-két játékosnak a szereplése munkahely, illetve sérülés miatt még képlékenyít. Horváth Bencére, illetve Farkasinszki Gabira gondolok. Bízunk benne, hogy Gabinak a sérülése nem lesz olyan, hogy teljes szezont kell kihagyjon, illetve hát még a rutinosabb játékosok közé tartozik Takács Márti, illetve Zajácz Krisztián is, akik tavaly meghatározó játékosaink voltak. Az idén velünk edzenek, de a munkai elfoglaltságok mellett már nem tudnak 100%-osan részen az edzéseken, illetve hát ez majd a mérkőzéseken kiderül, hogy ez a hiányosság, ez a csapatmunkában mit fog szerepelni. De a rosszban, vagy lényegében a negatív dolgok mellett jó, hogy a fiatalok így nagyobb lehetőséget kapnak majd. Lesz-e Bráne Szavics? Ő lesz, és ugyanolyan felállásban, mint ahogy a tavalyi évben is dolgoztunk, az ő iránymutatásaival, az ő lelkesedésével, példamutatásával az edzés gyakorlatokban is, és természetesen a mérkőzéseken is még ő fővezére lesz a csapatnak, Asztalos Istvánnal együtt. Amatőr csapatról, amatőr osztályról lévén szó, ugye a bajnoki menetrend tavaly is eléggé képlékeny volt, sokat módosult, most hogy néz ki, mikor rajtol a bajnoksága a Szentsenyise számára? Úgy tűnik, hogy mi minden évben ugyanabba a folyóba lépünk. A kezdetekkor tavaly is sok problémával küzdöttünk a bajnokság kezdetekkor, mert a termünk nem volt még kész. Most pedig jelenállás szerint az első fordulót is, mivel a Szolnok Olajbányász bajnoki csapat második csapatával játszunk, ott elemelfoglaltságok van, azért a mérkőzés ütközés van. Az első fordulónk is elkerül, ami a következő hétvégén lenne, december elejére, úgyhogy az első hazai mérkőzésünk október 19-én péntek este lesz. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!